Üdvözlöm Önöket! A szubjektív vendége Hernyák György Vajdasági Magyar Művészet díjas rendező, aki nemrég az Újvidéki Művészeti Akadémia osztályvezető tanáraként ment nyugdíjba, és akinek olyan előadásokat köszönhetünk, mint a Titanic vízi revő. az Indula Bakterház, a Holdbéli Csónakos, vagy éppen a Tóték. Jó napot kívánok, szervusz! Szia! Jegyzed az előadásaidat arra például? Emlékszel, hogy mi volt a legelső, amit így érdemlegesen jegyeztél rendezőként? Hát én még az előző generációs egyetemistáim úgy megkérdezték tőlem, hogy tanár úr hány előadásod volt a úgy hogy meg volt elégedve? Akkor, akkor már ugye százon fölül voltam, ami előadás, az előadásokat illetően és hát mondom olyan tizen pár, mondjuk maximum húsz, amire azt mondta, hogy na, ezt úgy oda raktam, legalábbis én meg vagyok fel elégedve. De mondom, akkor megnézem már azt is, hogy hány volt az, amire azt mondom, hogy hát ezt most legszívesebben nem írnám alá. És abból is volt egy, egy tizen pár. A többi hetven, egy nehány pedig elment. Korrektség mentem. Igen, igen. Aha. Igen. Nézőnek tetszett, vagy nem tetszett. Gyuri, kaptunk függ? rá, vagy nem kaptunk. Ez el... mitől függ? Hiszen nyilván minden rendezői, te is felkészülsz az előadásokra. Te viszonylag, ha jól tudom, elég hosszan is igen, készülsz az előadásokra. Tehát, hogy mitől függ az, hogy hogyan áll össze előadássá, jó előadássá egy darab? Ú, uh, könnyebbet nem tudsz kérdezni? <laughs> hát a fene tudja, igazából ezt nem tudom. Én általában azt szoktam mondani, Hogyha, hogyha, kapcsolat van az alkotók között, és persze, hogyha jó a dráma, hogyha a dráma közöl valamit, már pedig akkor közöl valamit a dráma, gondolom én, hogyha a dráma írónak kapcsolata van a külvilággal, amiről ír, függetlenül attól, hogy teszem azt a drámája, a Holdon játszódik 3278-ban, akkor is a máról ír, gondolom én. És ha tud kapcsolatot teremteni a rendezővel, és viszont ö, utána a rendező a díszlettervezővel, a szöveggel, a jelmeztervezővel, az anyám kínjával, minden alkotó és végül a színésszel, akkor gondolom, hogy a legutolsó kapcsolat is működni fog, az pedig a, ö, a színész és a néző kapcsolata. Persze ez nem mindig van így. Azt mondtad, ez a legutolsó kapcsolat, mi a legelső kapcsolat? Az, a, amikor olvasva egyszerűen valami előadássá formálódik egy pillanat alatt, fejbe? É, nem vagy? egy pillanat alatt. Hát én, én általában hosszú ideig készülök a. De uh... gondolom, hogy ezt lehetne, vagy hogy ez megérint. Igen, igen, igen. Hát általában valami megszületik az embernek az agyában, amikor elolvas egy szöveget. Az, hogy na, ezt a szöveget még véletlenül sem fogom megcsinálni, nem érdekel. Uh -huh. És akkor megcsinálja? Néhány év után. A feneset, de volt erre is már példa, hogy, hogy, hogy mondta, hogy no, én ezt nem fogom megcsinálni. Ezzel a szöveg nem érdekel. Semmi közöm hozzá. Végül is fölkínálták, megcsináltam. És lett belőle egy korrekt előadás. Szóval ilyen is van. És olyan is van, hogy hú, de jó a szöveg, jaj, de tetszik, jaj, de jó, és mellé csúszik az ember. Hogy miért, a fene tudja. Szóval az egyetlen, az egyetlen művészeti forma, a színház művészet, ugye, az a színház, amihez szükség van a nézőre. Minden más, a kép, a festmény létezik, amikor valaki megnézni. a vers is, most már, ma már a zene is, hiszen vannak hanghordozók. Színház közönség nélkül nincs. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy hogy mindenről ki kell elégíteni nézőnek az igényeit, de valahol én szeretek rétegelt előadást csinálni. Hogy szóljon ez ahhoz is, aki, aki igazán színházban nem jár, fogalmazzunk így inkább, és szóljon ez ahhoz, szóljon azokhoz is, akik, akik, akiknek a színház a második otthonuk. És lehet egy előadás egyszerre például rendezőközpontú, színészközpontú és nézőközpontú és Mert hogy ez egy picit, mintha ellen mondano, de lehet, hogy nem egymásra. Hát a jó fene, tudja, én, én, azt mondom, hogy én a színészbe hiszek. Ha a színész nem jó egy előadásban, akkor az a kapcsolat valahol nem működik, akkor nem jön le. Öh, hogy most rendez, én rendeztem rendezőközpontú előadásokat is, öh, amiben úgy látszott, hogy no hát ezt itt, itt rendező ötlettel, <coughs> bocsánat, tele, tele van is rendezmény, ahol a színész volt az, aki, hiszen ő viszi el a pálmát, vagy pedig a paradicsommal, ha meg, idézőjelben. A következőket írták rólad, Hernyák György színész, sorolom, Mentor, író, zeneszerző, rendező, díszlettervező, közreműködő, színpadkép, munkád is volt, dramaturg osztályvezető tanár, dalszöveg, zenei munkatárs, zenész. Tehát ezek mind meghatározások az elmúlt években, amik dolgoztál, valamilyen színházi találkozási forma ez. Igen. Uh, de ezt ki, írtam, ki írt ilyeneket róla? Hát ez egy hivatalos honlapon jelenik meg, így van, Igen. a Fidéliúban. És uh, tehát, hogy, hogy a rendező, meg hogy az osztályvezető tanár, hát mindenki így mutat Igen. be, meg hogy ez, ez így evidencia, de hogy a többiből te mit emelnél ki? Én nekem a tanárom Bóló azt tanította, hogy a rendező legyen a saját dramaturgia. Tehát amikor én elolvasok egy szöveget, a dramaturg vagy a zenész, díszlettervezőként én nem igazán működök, jelmeztervezőként különösen nem, koreográfus biztos, hogy nem vagyok, de tudom azt, hogy, hogy nekem meghatározó a díszlet attól függ az előadásom. Tudom, most mondok egy példát, magbetet, magbetet csináltam egy tizen pár évvel ezelőtt, és a Sasza Szénkovics csinálta a díszlettervet, és rengeteg díszlettervet felajánlott, és én mindig azt mondtam, hogy hát igen, de ez nem tetszik, ez valamiért nem, nem ennek az előadásnak a, a... És végül is kitalálta ezt a forgósz és mondta, hogy na, hát ez, ez valahol a szerzői, a rendezői koncepciónak valahol a része. Uh -huh. És ezért volt jó a díszlet. Uh -huh. Szóval én díszlet... Uh, uh, nekem a, díszlet, a számomra a díszlet az fontos. Uh -huh. A zene is fontos, de én mostanában nem, uh, nem szerzek zenét. Uh, éppen ezt kérdezte valaki tőlem, Asszima Szerda Zsófi. Uh, mondom, azért, mert vannak tőlem jobbak jobb zeneszerzők, kettő, meg akkor létrejön, létrejön, egy kapcsolat. Mert hogyha én szerzem a zenét, akkor tudom, hogy pontosan tudom, hogy a zene lesz. De hogyha valaki más szerzi, akkor lehet, hogy olyan ablakokat, ajtókat nyit meg a számomra, ami eddig nem is gondoltam. De tulajdonképpen ez történik a színésszel is, meg egyetlen mindegyik, mindegyik munkatársam, hogy, hogy megnyit, egy, megnyit egy másfajta utat, ami lehet, hogy érdemes járni. És ezt mikor döntötted el, hogy rendező leszel, mert ugye ezen a pedagógiai főiskolát végeztél, és utána írtad be a rendezői szakot, meg hogy úgy egyébként azóta írsz is, meg hogy hát verset is mondasz, de közben hát színpadon is nem tudom, hogy szeretsz lenni, vagy szóval, színész akartál lenni. Színés hol, hol el, de... döntődik ez el? De én, én, nagyon szar színész vagyok, úgy bevalljuk. Jaj, most ezt nem kéne az éterbe Én nem vagyok jó színész. Bár, pár honnan tudtad 20 évesen vagy 18? Kérem? Honnan tudtad ezt 18 évesen vagy Hát évesen. 24 voltam akkor már. És akkor már tudtam. Amikor beírtam az akad, azt véletlenül. Hát teljesen véletlenül. Ugye én pályáztam Pesti főiskolára, az SFR-re, SFF volt akkor még, persze nem vettek föl, akkor vidéken megnyílt az akadémia, és óta én pályáztam, először volt a színészi fölvétel, a fölvettek az első körbe, utána jött a rendezői, és megkérdezte a tanár, hogy mi akarok én lenni, színész vagy rendező? Hát mondom én mind a kettő, de azt nem lehet, de mondom én akarok. Tört szervséggel mondtam ezt el, de azt értse meg, hogy nem lehet, ugyanakkor vannak az órák, döntse el. Mondom mennyi idő van? Hát három másodperc. És akkor mondom, hogy rendező. <laughs> így fejeztem be a rendezőit. Kinek van nagyobb szabadság az alkotásban a színésznek vagy a rendezőnek? Rendezője válogatja. Gondolom én. Én most már ilyen idősen jobban bízok a színészben, mint magamban. Azért ez egy nagy bizalom. Én, igen, igen. Persze, hogyha jó színészekről van szó, szóval, akiket nem kell kézen fogva vezetni mindenfelé. Okay. És rengeteg ö, 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 kapcsolatom volt a színészekig, ilyen is, olyan is, amolyan is, mindenféle ö, volt dű, volt harag és volt egyetértés. Mostanában egyetértés van. Egyébként nagyon sokan azt gondolják, hogy, a, hogy az alkotás az egy hatalmas szabadságban történik, ami részben igaz is, de ugyanakkor ott vannak a számos kötöttségek, amik me Igen. mentén létrejön egy előadás. Számodra hol vannak ezek a színházi határok, vagy, vagy mekkora a színházi szabadság hat határa alkotás Ujjjjj, hát jól? ez nagyon nehéz kérdés, mert az utóbbi. 8-10-20 évben a színház ö, más felé nyit, más irányokban nyit, mint amit én még ö, tettem vagy tanultam. Most már színháznak neveznek olyan dolgokat és amire én azt mondom, hogy igen, értem, ennek van nézője. Valami módon ez is színház. Nem olyan, mint az én színházam, ö, de ez is színház. Én azt gondolom, hogy a színház az mindig ö, úgy egy pici, ugyan, egy olyan fél évszázaddal késik mindig, ugye hát emlékszünk a század végé és minden történt 19. század vége, 20. század elején, festészetbe, szobrászatba, írás, versírásba. A színház úgy megmaradt egész egy 50-60 évig, míg meg nem született az abszurd dráma. Onnantól kezdve ez a 50-es, 60-as évek, onnantól kezdve a színház valami felé, más felé irányult. Hála jó Istennek! Hiszen ennek is van nézője. De az jutott még eszembe rólad egyébként Gyuri, hogy ugye rendezőként, amikor megrendezel egy előadást, akkor neked van egy adott dátumot, amit úgy hívnak, hogy bemutató, és attól kezdve a kezed felemelhet, tehát attól kezdve átadod a színészeknek Igen. az előadást, és igazából lényegileg nincs többet hozzá közöd, magyarul elengeded. Ha az jut eszembe, hogy osztályvezető tanár vagy, akkor te négy éven keresztül végig vezetsz egy osztályt, apjuk helyett apjuk vagy anyuk helyett anyjuk vagy, és Négy év után elengeded a kezüket, és útjukra bocsátod őket, hogy neked ezt tanulod, ezt az elengedést vagy könnyen megy, vagy egyáltalán nem megy könnyen, csak látszólag, és csak végig kell csinálni. Én nekem még szokásom volt annak idején, hogy kísértem a, az én egyetemist, volt egyetemistáimnak a karrierjét, beszélgettünk velük elmondtam, hogy figyelj, azért ezt nem kellett volna csinálni, vagy nagyon jó ami, ez az út, amit am, amit csinálsz. Most már ez nem szokásom. Ö, hát ö, mindig a saját szerencsére a Kovácsa. Én mindig azt mondom, hogy az akadémia az olyan, mint egy óvoda. Ott, mi, ott lehet ö, hibázni. Erről szólt a négy év. Ö, utána, amikor kikerülsz a szakmába, ott már nem igazán engedik meg a hibát, vagy igen, egyszer megengedik, másodszor, harmadszor már nem fog szerepet kapni. Teszem azt. Erre is, von, erre is von, van rengeteg, volt rengeteg példa. De hát ilyenkor osztályvezető tanárként, akkor azért kutya kötelességed ezt is valahogy végigvezetni, vagy felhívni. Rá igen. igen, végül is igen. Végül. Hát ezt, ezt én el szoktam mondani mindjárt legelején. Mert hogy ugye ott életre való tanítás is igen. van, nem csak... Igen. Hát ö, senkit nem, én mindig azzal kezdem a az első óráim egyikét, hogy, hogy valaki magukat megerőszakolta, hogy legyenek színészek. Anyu meg apu mondta, hogy nem fogsz pénzt kapni, nem, és általában az, hogy hát senki, hogy nem beszélt rá senki. Tehát azt mondom, hogy te ezt a szakmát hivatást, mit tudom te választottad. Tehát akkor a színjátszás pedig egész embert kíván. Mint minden művészet, én azt mondom, hogy, hogy a művész az 0-tól 24-ig művész, a színész 0-tól 24-ig a rendező, a festő, a szobrász 0 24-ig az, ami. Szóval nem olyan, hogy leraktam a tapasztukon három órak és hazamentem, és nyugodt vagyok, és nézem a tévét. Ez, ez ha nem így csinálod, akkor előbb-utóbb meg fogod bánni, gondolom én. Uh -huh. És uh, az előadásaiddal például hogy vagy? Mert Ugye a százunk fölüli szám, a százszor fölüli befejezést is jelent. Igen. És hogy hát utána, ha az ember így nézi akár a 15. vagy a 30. előadást, vagy néz felvételről egy nagyon régi előadást, hogy egyáltalán van még érzelmi között hozzá? Uh, a saját előadásai. Uh, igen. Én uh, csináltam egy előadást. Uh,

Lehet, hogy akkor jó volt. Akkor beletettük a mindenféle szervünket, és működött az előadás, de ez egy, hát minden előadás egy idő után öö, beporosodik, bepenészedik. Nagyon ritka az, ami nem. Öö, hiszen épp az, azért mondtam, hogy a színház Pillanat óriási mérünk, lépésekkel halad előre, valahova máshová, és ha én egy, végignéznék egy 30-40 évvel ezelőtti előadásomat, akkor hát igen-igen vakarnám a fejemet, hogy hú-hú, hát ez, ez az előadás lehet, hogy nem gáz, csak, csak, már, csak már nem az enyém. Uh -huh. Már nem úgy gondolkodom. És mi minden most a tiéd, hogy nyugdíjas vagy? Mit csinál egy nyugdíjas rendező és osztályvezető tanár? Semmit. Hát olyan <laughs> nincs talán. <laughs> Hát nekem egy szerencsém volt, hogy amikor elmentem nyugdíjba, akkor éppen rendeztem a kosztalányiba. Most úgy rám szakadt a semmit tevés. Pontosan azért, mert a rendező, vagy a, vagy a, vagy a tanár az 0 24-ig tanár. Na most már egyik se vagyok, ugye, lévén, hogy nem rendezek most éppen, és már nem tanítok, és akkor nem csinálok semmit. Csapkodom a tévét... Elmegyek, bevásárolok, feleségem esetleg főzünk otthon, és mondom, írni kéne valamit, de mit? Mikor nincs neki értelme? Mikor? Hát eléggé lelombozó ez a hangulat most ebbe a pillanatban, amíg nem találom ki, hogy mi az, amiből én tudok ö, valami jövedelmet kicsikarni, nem pénzre gondolok hanem ahol én jól érzem magamat, hogy faragok, vagy írok, vagy, vagy, vagy énekelek, vagy, vagy, mit tudom én, mit csinálok, ezt még ki kell, hogy találjam. De most várom a tavaszt. Hernyák György, hát kívánom neked, hogy talált ki mielőbb, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.